Virtuális labdarúgó mérkőzést szervez a DVTK a Ferencváros ellen. A bevételből az egészségügyi dolgozókat támogatják. A kezdeményezéshez a vendégek szurkolói is csatlakoztak. A Diósgyőr szurkolói közösség tervei szerint bár leállt a sportélet, a DVTK FTC virtuális mérkőzés teltházzal rendezik majd meg. A találkozó teljes bevételét a miskolci kórházaknak ajánlják fel, ezzel segítve a koronavírus elleni harcot. A kezdeményezéshez a klub is csatlakozott. A többi közt a félidők kezdőrúgásának jogát vásárolták meg, és beszállnak a virtuális mérkőzés reklámozásába is. Ezt a szervezett szurkolói csoportok kezdeményezték. Vasárnap hoztuk létre erre azt a számlát, a DSK-nak a hivatalos számláját, amire várjuk a gyűjtést. És úgy gondoltuk, hogy ez egy virtuális meccs, lenne egy képzeletbeli meccs a Diósgyőr és a Ferencváros között, és aki támogatni szeretné ezt a kezdeményezést, az 1500 forinttal egy belépőjegynek az árával hozzájárulhat a kórházak megsegítéséhez. A kezdeményezés úgy tűnik sikeres. Már most rengeteg belépő fogyott el, és a vendégfradi szurkolói is jegyeket kezdtek vásárolni. A kezdőrúgást többször is értékesítették. Az egyik vásárló a DVTK vezetőedzője Feckó Tamás volt, közben pedig már a képzeletbeli mérkőzés belépőjegye is elkészült. Természetesen az a célunk, hogy itt a mögöttem látható stadiont, a Diósgyőriek szentélyét, amely ugye 15 ezer befogadó képességű, és ezt mindenféleképpen szeretnénk megtölteni, tehát telt házat szeretnénk erre a virtuális mérkőzésre összehozni. Szépen haladunk előre, és egyre többen és többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Vásárolnak akár 1500 forintért jegyet, van, aki 5000-ért vásárol, valaki VIP jegyet vásárol magának, és annak is vannak természetesen, akik a kezdőrugást szeretnék elvégezni, többen is, úgyhogy lehetőséget erre biztosítunk. Ilyen volt az első felajánló például a Diósgyőr vezetőedzője Feckó Tamás. A virtuális mérkőzés szombaton rendezik meg. Aki jegyet szeretne váltani, az még megteheti, részletes információk a minap.hu-n olvashatók.